amit látjátok, ismét Balaton a ligán. És akkor most jött el az a pillanat, hogy a Balatonkör hiányzó 13 km és jól fogig, azt most fogom letolni. Most ment el a vonat, nem még, azt láttátok. Ott a bicikli bekészítve, Szlava elindítva. Innestől kezdve csak a térképet fogom nézni, aztán tovább Siófokig. Laza 13 km síkvidéken, hát ugye mi az már, de így teljes a helyzet. Ja, és közben benne állt egy tehervonat, ha jól láttam, akkor a 6-os nohabbal, de ebben nem vagyok biztos. Nem tudom most megnézni, mert már látom, hogy most megy ki. És hát ugye az még azért nem igen se lehet megnézni, hogy melyik nohab volt. Térkép szerint ki kell menni ide az állomás elé, és akkor ugyanazon az úton kell elindulni, csak most a másik irányba. Egy kést itt majd lehet, hogy lesz út közben, most már tényleg nem kell sietni. Lényeg az, hogy ez a 13 km meg legyen. A Balaton csücske. Sima lejtős, bicikli út legjobb. És itt a Balaton, nézzétek. És hát csak tovább egyenesen, egész jól ki van táblázva a bicikliút, úgyhogy nagyon térképet nézni se kellett eddig megállni. Igaz, hogy kb. A másfél vagy két kilométert jöttem eddig, de hát nincs is sok hátra. Mindjárt egyébként Balaton világos bát fogok érni. És ezt nézzétek, innen nagyon jól látszik a Balaton. És itt van egy megállóhely is, és szerintem már Balaton világos lesz. Tehát itt van alattunk a vasútvonal, itt megy a peron. Hát igen, azt hiszem két megálló van még. Az egyik Balatonvilágos, a másik azt most írtál, nem tudom, Siófokig, de... És egyébként ott a háttérben, ott szerintem látszik a Siófok mellett lévő középhullámú antennát, vagy az biztos, hogy az lesz. Az autópálya mellett van, onnan lehet jobban látni, meg megközelíteni is. Ez az ország egyik középhullámú adója, olyan sok nincsen. Van Solton egy, ugye Marcaliban, meg Nyíregyházán, meg Szolnokon, meg talán Győrben van még egy középhullámú adó, azt hiszem, hogy hirtelen mindent felsoroltam, legalábbis nagyobbakat. És ugye ott van a liga. És innen egész jól belátszik a északi part is. És ez nem semmi, itt. Innen a Balaton, és még ott jó messzire. Hát akkor ezt nézzétek. Más Siófok állomás. Ez már a váltókörzeten túl. Bicikli út arra megy, így. De én most erről letérek, mert itt a másik oldalt át tudok menni az állomásra. Szerintem, de majd kiderül. Mindenesetre ezt megpróbálom. És tényleg kb. 12,5 km-nél járok most. Ugye szerintem meg lesz ez. És akkor Siófokra megérkeztem. Hát látjátok, fél óra múlva, sőt 40 perc múlva fog jönni a következő vonat. Ugye majd azzal tudok hazamenni. És akkor szokásos biciklitárolós bejelentkezés, megint innen a pincéből. Balatonkör vége. Negyedik etap letudva, most értem haza, Kőbánya Kispesttől. Igazából hazáig tekertem, hát ugye későbbről nem volt vonat. Negyed óra múlva jött volna Kőbánya alsó fele egy vonat, de hát azt már kár volt megvárni, mert addig biciklivel is odaértem. Balaton kerülésnek ezzel vége. 4 etapba sikerült ezt a 206 kilométert lenyomni. Utolsó etapra maradt 13 kilométer. És akkor ez a videósorozat ennyi volt. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek.
Remélhetőleg még hétvégén lesz egy tiszatókerülő, de az már egyet abba, egybe fogom lenyomni, ez már többször sikerült, most is fog, remélhetőleg, hát 6 óra alatt simán, mert 4 és fél alatt is megvolt már. Úgyhogy köszi, megnéztétek, sziasztok!